Sziasztok, sziasztok! Nem tudom sajnos megoldani, hogy álló helyzetbe élőzzek, megvárjuk a 35-et, ahogy ígértem. Annyit írjatok, hogy jó-e a hang. Biztos, hogy van háttérzaj, tisztában vagyok vele. De most az egyszer. Nézzétek el nekem. Szólt, hogy mi volt akkor, mi volt 1956-ban, mi volt 48-49-ben, nem erről szólt. Mit csináltak Petőfiék, Kossuthék, egy szó nem esett nagyjaikról, mert mindenhol az aktuál politika betette a lábát. 31 év után talán ez lesz az első olyan civil kezdeményezés, ami a megemlékezésre hív bennetek. Megemlékezünk. 2006-os Gyurcsány Gergényi vörös terrorjáról. Megemlékezünk arról, Magyarországon a tömeg közé lövettek, még a gumilövedékkel is. Megemlékezünk arról, hogy magyar embereket a saját hazájukba, a saját kormányuk lövette. Megemlékezünk arról, hogy 1956 után 2006-ban elindult Európába a legnagyobb migráns áradat Magyarországról. Mi százezrek hagyták el a hazát, mert üldözve lettek, mert tömletettek téve, mert megfigyelték őket, meg egzisztenciálisan, módszeresen tökre lettek téve az emberek, állásaikból el lettek bocsájtva, és még hosszasan sorolhatunk. Ez a megemlékezés. Ez az esemény lesz e héten szombaton a Korvin közben kezdve. Kritikus úrnak üzenem. Azért vonulunk végig
Budapest utcáin, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak ellenállók, hogy vannak olyan emberek, akik kimernek állni embertársaikért, a szabadságért, a saját hazájukban. Ezért vonulunk. Nem törni, zúzni vonulunk, hanem azért, hogy megmutassuk magunkat, hisz az internet adta lehetőség, a Facebook, az egy nagyon jó dolog, de egy zárt, személytelen világ. Ezért vonulunk. Nem a parlamenthez megyünk, nem fogunk betörni a parlamentbe, hanem a demokrácia terére megyünk, érzékeltetvén, hogy sem jogállam, sem demokrácia kis hazánkban 31 éve nincs. Erről szól a holnapi esemény. Én, Bertalan Attila, erre várlak benneteket. Én nem vagyok a főszervezője ennek az eseménynek, részese vagyok a szervezés munkának, részese vagyok annak a stábnak, aki irányítja a dolgokat, de nem vagyok főszervezője, mert én csak egy meghívott vagyok. A rendezvényen meghívott előadó vagyok, de nem én vagyok a főszereplő, Isten igazából, hanem a rendszerváltók Facebook csoport. Nem én vagyok a főszereplője, nem én és az általam vezetett rendszerváltók csoport a főszereplője, hanem a magyar haza a főszereplője, benne valamennyi magyarral, gyermekkel, szülővel, nagyszülővel. Ez lesz holnap. Ezzel eddig nem volt semmi probléma. Ezt mindenki megértette a telepi videó. De percenként jönnek az üzenetek, hogy mi lesz utána. De nem kell visszamennünk a régmúltig, elég, hogyha visszamegyünk 15 évet a múltba. Párhuzamot vonunk az akkori és a mostani események között, és mindjárt meglátjátok, hogy én miről beszélek, és én tudom, hogy ti mit szeretnétek. Én tisztán vagyok azzal, hogy már ti is rendet akartok. Én tisztán vagyok azzal, hogy már ti is eddig vagytok. Én tudom azt, hogy ugyanolyan gondokkal küzdködnek Kisvárdán, mint Mosonmagyaróváron. Ugyanolyan gondokkal küzdenek Pécsen, mint Miskolcon. Tudom. Járom az országot, Európát, a világot, látom. Borsodról nem is beszélek. Hogy ott milyen állapotok vannak. De Isten sem egy nap alatt teremté meg a világot. Az nem úgy volt, hogy gyere cipó és bekaplak. A cipóhoz bontam, kellett kenyér, kellett víz, élesztő vagy kovász, ki mivel használja, kellett termőföld, kellett az ember, aki műveli az egészet. Meg aki létrehozza, hogy a búzából cipó legyen. Ahhoz kellett az ember. Ne azt várjátok, szombaton rögtön rendszert vár. Van alternatíva erre is. Az internet adta lehetőség az alkalmatlan arra, hogy kimondjuk. Meg közzétegyük, de van A, B, C variáns. Van. Lehet azt mondani, hogy kimegyünk az utcára, és abban a pillanatban rend lesz. És nem akarom, hogy sokan félreértsék a megemlékezésnek a célját, eljöjjenek, feleslegesen utazzanak, és csalódottan menjenek haza. Itt, az első körben a megemlékezés a cél. Megmutassuk a hatalomnak, a rendszernek, hogy mi nem felejtünk, vagyunk, leszünk, létezünk. Ennek a rendezvénynek ez a célja. Aki ezt nem érti, az úgyis meg fogjátok érni. De elé tudunk indítani egy olyan folyamatot, amit már nem lehet tényleg kezelni, és nem lehet megállítani. És ebben én is partner vagyok, de ahhoz tömeg kell. Ahhoz tömeg kell. És itt jön a tudatosság. Hogyha te tudod, holnap miért jössz, akkor te tudod, hogy holnap mit raksz az autódba. Meleg ruhát, teát, szendvicset, mint valami túlélő csak. De én nem mondhatom, hogy ez lesz, hát nem látom a jövőben, hogy mennyi ember van. Hát honnan lássak? Hát ha láttam, akkor megtettem volna a lottót.
Kígéretek vannak, mindegyik szervező egy borítékba berakott egy papírdalabot, ahol egy szám van, ki mennyi embert vár összesen. Ha ügyesek vagyunk és jól csináljuk a feladatunkat, és tényleg ez a szervezés ez jól lett összehangolva, akkor ez a tömeg duzzadhat már az utcán is, ahogy vonulunk. De duzzadhat a demokrácia terén is. Egy biztos. És nem fogok senkinek se hazudni. A rendezvény 8 órakor véget ér. Erre így kell felkészülni. De van alternatív helyszín, ahol tovább folytathatjuk megfelelő tömeg esetén. Van alternatív helyszín. Van bejelentett helyszín másik helyen, ahol ezt lehet folytatni, ahol duzzaszhatjuk a tömeget. Ezt azért mondom el most, mert ugye volt egy 28-a, ahol elbeszéltük, félrecsúsztam egész feszült légkör, aminek a következménye az lett, hogy elkezdtük egymást mocskolni, aztán félreraktuk a sérelmeinket, mert a haza mindenek előtt valamennyi magyarral együtt, és elindultunk egy olyan úton, ahol nincsen félreértés. Azóta eltelt időszakban egy hangos szó nem volt közöttünk, még nézeteltérés sem volt közöttünk, de az egész stábban nem volt nézeteltérés. Azért mondom el ezeket, hogy nehogy utána elkezdjetek vádolni. Mert én állom a sarat, csak már hócipőm teri van, hogy mindig csak valaki a kifogásokat keresi, és mindig valaki csak azért jön fel az internetre, hogy vádolhassa a másik. Így elébe megyek a dolgoknak, és elmondom, hogy mire lehet számítani. És nem csak magam miatt mondom ezt most jelen pillanat az élő videóban, hanem azokért az emberekért is, akik ott lesznek velem együtt. Ugyanúgy értetek is, elmondom, meg azokért a főszólalókért, szervezőkért, akik ezt az egészen beleraktak mindent, apait, anyait. Azoknak is elmondom, és azokért is elmondom, akik segítették ezt a rendezvényt. Bármilyen formában. Hogy ez megvalósuljon és létrejön. De a párhuzamot mondtok, és figyeltétek a tegnapi élő videómat 2006-ról, hogy hogy kezdődött, és mivé fajult, és mekkora ember tudtunk megmozgatni akkor ez most is sikerülhet. Mert ezt sem szabad elfelejteni, hogyha az élő videómat tegnap figyeltet, hogy elmondtam, hogy maroknyian mentünk ki a Kossuth téren. Maroknyian. A két kezünkön meg tudtuk számolni, hogy az első kiszivárogtatás után mennyi ember volt a Kossuth téren. 9. Aztán amikor a tévészékházhoz kellett átmenni, akkor 70 ezer. Értitek a számokat? 9 és 70 ezer. De volt 100 ezeres tömeg az utcán. 100 ezer ember. Ezt kell végre megérteni mindenkinek, hogy ez nem úgy fog működni, hogy a Bertalan Attila azt mondta, hogy 19.55 és támadunk. Kivel? Nem lehet. Nem lehet. Össze kell gyűjni egy időben, egy helyen. A tudatos rendszerváltó tömegnek is. Ugyanaz a célunk, mint 2006-ban rendszert váltani. Ugyanaz a célunk, nincsen más célunk. Továbbra is a rendszerváltás a cél. A Bertalan Attilán kívül senki nem beszél a rendszerváltáson. Senki nem beszél arról, hogy van egy program, ami megvalósítható. Senki nem adott még le semmit se az asztalra, de Bertalan Attilát meg a rendszerváltókat mindenki bírálja. Lehet bírálni, nincs ezzel semmi gond. Ezt már elmondtam, hogy se a Bertalan Attilát, se a rendszerváltók nélkül nem lehet lebonyolítani a rendszerváltást. És ezt tudom, és ezt nem azért mondom, hogy magamat vényezzem, nem azért mondom, hogy a többi csoportot lenézem, de ezt tudom. Hát nem lehet itt önjelölt börtöntőtelik miniszterelnök jelöltekkel nekiugrani a rendszerváltásnak. Aki ilyenekben hisz, meg ilyenekben hisz, az úgyis halálra van ítélve.
lehet. Ha a szakértői kormányról beszélünk, már pedig a rendszerváltóknak, illetve azoknak az embereknek, akik ezt a rendezvényt is fölvállalták, ez a célja, akkor a szakértőket kell, nem a Jancsi Pistát leakasztani a taxi volánja mögé, és akkor majd ő lesz a miniszterelnök. Valakit behívunk az éjszakából, mert olyan jó képű, olyan jó kiállású gyerek, hogy megtesszük közlekedési miniszternek, mert ahhoz talán él, ahhoz talán nem hülye. Gyerekek, ezek ne lehetessük már ki magunkat teljesen. De ha megvan bennünk a kellő tudatosság, az alázat, hogy a szabadságokat kivívjuk, akkor holnap be lehet indítani egy folyamatot. De ahhoz én egyedül kevés vagyok, ahhoz a szervezők kevesek, hát ne azt várjátok, hogy majd a Berton Attila önmagában megváltja a rendszert. És addig ti mit csináltok? Otthon malmoztok? Vagy söröztök? Nézzétek az élőt, várjátok majd az élő közvetítéseket, ezt tőlünk ne várjátok. Mert pénzt, időt, energiát pazarlunk ebbe az egészbe, és néha pazaroljuk. Engem is várnak már otthon a lányok, higgyétek el, hosszú idő után van valaki, aki vár, engem is. El kell rajta gondolkodni, hogy te egyénileg mit tudsz azért tenni, hogy a te életed, a szűkebb körben a családod élete jobb legyen. Egyetlen dolgot kell tenni, ki kell jönni az utcára. Nem különböző nyilatkozatok, meg népakarati nyilatkozat, meg Isten tudja milyen nyilatkozatot kell kitölteni, mert azzal nem jutunk előrébb. Csak időhúzás, félrevezetés, megvezetés, hazugság. Ki kell jönni az utcára. Ki kell jönni. Nem erőszakosan, ki kell jönni. És onnan nem kell elmenni. Nem kell elmenni. Ne azt várjátok, mert a Berton Attila gondol egyet, azt keresztbe húzza a kamion. Kinek? Neked, aki otthon űz, azt várod, hogy pilisbe verve vigyenek el onnan engem egyedül? Vagy annak a 60 kamionos, vagy azt a 60 kamionos embert vigyék el, aki 4 órán belül mozgatható ebbe az országban? Első hullám, hogy tömeg legyen. Második, hogy tudjuk azt, hogy jönnek az emberek. Az autópályákon, a főutakon jönnek az emberek. Arra a helyre, ahol mi már ott vagyunk. És jöhet a harmadik hullám, amit 70 perc alatt hermetikusan le lehet zárni az ország. Pont. Többit már átadhatok. Ez így fog működni. Tehát ne azt várjátok a holnapi eseménytől, hogy megváltjuk a világot, mert nem világot megyünk megváltani, de ha ott vagytok és tudatosak vagytok, és ott vagyunk nagyon-nagyon sokan és kitartunk, akkor elkezdhetünk egy olyan folyamatot, aminek a végeredménye a valós és tényleges rendszerváltás. Tehát holnap én nem fogom azt mondani, hogy maradjunk kint, lehet, hogy kimondjuk, de ahhoz többen kell, ahhoz egyeztetni kell. Ahhoz ott kell lenni mindenkinek. Nem várhatom el azt, és most ezt azért mondom el ezt az élő videót, és nem lebeszélek senkit se, és nem magasztalok senkit se. Én ezt azért mondom, hogy ne csalódva menjünk haza holnap. Mert az én célom is az, hogy ne menjünk haza holnap. Higgyétek el, az én célom is az, hogy ne menjünk haza, nem csináljuk akkor végig, ha már egyszer ott vagyunk. De ahhoz kell a tudatosság azok a részéről is, akik otthon vannak, és az élő videót nézik. Mert azt kell végre megérteni minden egyénnek, hogy nem tudunk nélkülük sikert kivívni. Nem tudunk, mert a hatalom pénz, paripa, fegyverrel rendelkezik. Mi csak egyetlen dologgal tudunk rendelkezni. Egyel. A tudatos rendszerváltó tömeggel. Ezt mindenki megérti, hogy mi nem a Gyurcsányt akarjuk visszahozni, nem Jakabot akarjuk betolni, nem Fekete Győrnek akarunk lehetőséget adni, mert az összes több ilyen senkiházi büdös trógernak, hanem a magyar nemzetnek akarunk lehetőséget adni, hogy visszavegye az önrendelkezési jogát, az emberhez való életet, a szabadságát, az egzisztenciáját. Mi ezt akarjuk. Semmivel nem akarunk kevesebbet. Mi csak ezt akarjuk. Ha ezt mindenki megérti, hogy ezt csak közösen fogjuk elérni,
akkor holnap elkezdődik egy folyamat. Ha még mindig nem értitek meg, akkor nem sokára szigorítások lesznek, és akkor lehet rajta gondolkodni. Hogy mit szúrtunk megint el. És meg lehet majd azt mondani, hogy ó, mert a Bertalan mondta, ó, mert a Bódis Csaba mondta, ó, mert a Páver Karcsi mondta, ó, mert az XY mondta. Te nem voltál ott. Te nem tettél saját magadért. Tehát innentől kezdve a szádból a kritika az olyan, mint az örömlány szájából a szüzességi fogadalom. Azzal legyen érték. Pont azzal legyen érték. És van értelme holnap kijönni. Van értelme. Van értelme megmutatni magunkat. Van értelme végigvonulni az utcán. Van értelme felutazni Budapestre. És bízok benne, hogy lesz is értelme felutazni Budapestre. Bízok benne, hogy mindenki megérti burkoltan, hogy ez a rendezvény ez első körben a megemlékezésről szól, és ha tudja, hogy ő egyénileg mit tud tenni saját magáért, illetve az országáért, akkor a siker nem fog elmaradni. Ehhez én, a szervezőtársak, kevesen vagyunk. Mi csak maroknyian vagyunk. Itt már nem arról kell beszélni, kinek milyen megoldási javaslata van, mert az már itt jön ki, itt. Azt kell elmondani, hogy merre van az előre, közösen meghatározni, hogy rendszert szeretnénk váltani. Azok az emberek, akik holnap azon a platós teherautón megjelennek, azok rendszert szeretnének váltani, közösen, egységben. Mert idáig egységet vártatok mindenki részére. Azok az emberek, akik komolyan gondolták a rendszerváltás eszméjét, azok egységben holnap ott lesznek. Akik csak beszéltek róla, meg még most is kritikákat fogalmaznak, meg még mindig kormánycseréről beszélnek, azok sose fognak ezek mellé, az emberek mellé megállni. Soha. Mert nekik nem céljuk a rendszerváltás, hanem továbbra is a megosztást, illetve a pártpolitikát, az egyéni ambíciókat, meg a saját pecsenyéket akarják sütni. Úgyhogy lehet beszélni különböző csoportokról, különböző csoportvezetőkről, de azok az emberek, akik rendszert szeretnének váltani veletek együtt, a nemzet érdekében, illetve a hazaszolgálatában, azok az emberek holnap ott lesznek. Azok az emberek holnap ott beszédet fognak mondani, azok az emberek egységet tudtak alkotni, azok a csoportok, csoportvezetők egységet tudtak alkotni, és bízok benne, hogy ez éppen elég üzenet ahhoz, hogyha megnézitek a 28-ai felszólalók listáját, megnézitek, és talán volt értelme annak az egy ominózus videómnak, mivel a 28-át kielemeztem, megnézitek a holnapi felszólalók listáját, van átfedés, van közös, de van hiány, kikből nincs, kiknek nincs helye jelen pillanat ebbe, mert elviszik a folyamatot egy olyan irányba, hogy az még a józanok gondolkodóknak is sok lenne, és még a józanok gondolkodók is nagy faszt kapnak tőle. Ezt kell végre megérteni. Ezért kell volna kimenni, ezért kell volna megemlékezni, mert igenis azok az honfitársaink, akik élnek, mert nem a halottról kell megemlékezni meg a hősökről, meg akkor méltetni őket a haláluk után, meg a sírjukra virágot rakni, meg tisztelegni, meg koszorúzni állami pénzen, hanem azoktól az emberektől is meg kell emlékezni, ki majd Nyugat-Európában, akik el lettek üldözve. Na azok voltak a hősök. Nem azért, mert elmenekültek, hanem azért, mert 2006-ban kimertek állni. És véleményt mertek adni a hangjuknak. Na azok a hősök. Őróluk kell megemlékezni. Még éltük be. Nem a haláluk után. Ez az én privát vélemény. És ezt vállalom is. Ezért kell holnap kivenni. De azok az emberek, akik Nyugat-Európában süllődnek, többen, nem anyagilag gondolom, nem, hanem a szeretteik nélkül, a hazájuk nélkül, a szülőföldjük nélkül sinlődnek egy idegen országba a jobb megélhetésében, el lettek üldözve,
politikai nézeteikért lettek elüldözve, azok, jól az emberekről fényt kell gyújtani, hogy van remény, hogy újra haza lehet jönni. És higgyétek el, Európa számos országában nagyon-nagyon sok nem, és nem véletlen. És ezekkel elgondolkodni. Vannak olyan, akik nem térhetnek haza. A holnapi rendezvény az erről szól. És abban igaza van Csabinak, ha sokan vagyunk, és abban igaza van Tatár Józsi barátunknak, Páber Karcsinak. És hosszasan lehetne sorolni a neveket, hogy ha holnap sokan vagyunk, akkor képesek vagyunk elindítani egy olyan folyamatot, amit már nem lehet megállítani. Minden ember, minden egyén érdekét szolgálja. És ennek a folyamatnak a neve valós és tényleges rendszerváltás. Ez rajtatok is, nem csak rajta. Higgyétek el. Ha nem hisztek a sikerbe, arról nem tehet. Én minden egyes rendezvénynek úgy futok neki, hogy sikerül. Minden egyes rendezvény. Akárki szervezte, minden egyes rendezvénynek úgy mentem meg. Kettő kivétel. Mert azt tudtam, hogy kudarcom a hitél. És mind a kettő autós blokkád. És be is jött a számítás. Az egyik Budapesten volt, második országosan lett volna leszervezve. Az egyik tavaly volt, mások meg idén valamikor. Budapest lett volna megbénítva, aztán azt hiszem megjelent összesen 10 autó, de a főszervezők sikernek érték meg. De meghagyom benne ebbe a hitbe őket. Petícióval, kiáltványokkal, aláírásgyűjtéssel, nyilatkozattal, népakarati nyilatkozattal, otthonról, klaviatúra mellől nem lehet rendszert váltani. Oda emberek kellene. Emberek, akik tudják a tudatosságot és tudják, hogy miért jönnek ki. Tehát én elmondtam már előre, miről szól a holnapi rendezvény, én miért leszek ott, én mit képviselek, azt úgyis tudjátok. Bízok benne, hogy sokan leszünk, akik emlékezni jövünk, felhívás a keringőre, zurkoltan, zárójel bezárva, és sokan leszünk azok, akik az megemlékező tömeg mellé érkeznek tudatos rendszerváltóként. Ebben a mondatban minden benne. Szerintem lehet a sorok mellett, között, alatt, fölött olvasni és kiszűrni a dolgot. Csak együtt sikerülhet. Csak együtt sikerülhet. Ez kell végre mindenkinek megérni. Nélkületek nem fog menni. Úgy is tudjátok. Szóval megértettétek. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek jó étvágyat az ebédhez, kellemes, csodaszép délután, tehát a borongós időben. Holnap sok emberrel szeretnék találkozni, holnap végre
tömeggel szeretnék találkozni, holnap végre tömeget szeretnék látni Budapest utcáin, ami a Borvik közül indul el, a demokrácia terére, és akkor ott közösen meghatározni, merre kívánok tovább menni. Közösen. Mindenféle mellébeszélés nélkül. Vigyázzatok nagyon magatokra, az úton lévőknek, kollégáknak, balesetmentesen, illetve hatóságmentesen. És mindenkinek kívánok továbbra is jó egészséget, illetve a családját is. Holnapi találkozás reményében búcsúzom. Vigyázzatok magatokra, Isten veletek.